Hello, hello, srácok, szevasztok! Bocsánat, észre se vettem, hogy vége lett az intrónak. Tehát, hogy így nézek ki a fejemből, így bambolok, így már megyek le alfába, aztán csak így látom, hogy nem szól a zene. Mert amúgy nem hallom én az intró zenét, tehát nekem mindig ez a legnagyobb problémám ilyenkor. Na jó, nem, egyáltalán nem nagy problémám. Mindegy, mindegy. Szevasztok! Nos, hát úgy voltam, hogy most már tényleg kezdett egy kicsikét. Nem, mondjuk én el vagyok a Stronghold-dal, de most már azért repetitív. Megmutattam nagyjából, amit én Stronghold-ból tudok. Nem egy olyan nagy tudás, mert többször is megkaptam, hogy szar vagy, meg logikátlan, amit csinálsz, meg ilyen dolgokat megkaptam. Mindegy, hagyjuk is a Stronghold-ot, felejtsük el, láttátok, hogy meg Linuxon, nem? De! Szia Gémenia, szia Zoli! Úgyhogy mindegy, megy az a lényeg. Úgyhogy végül is lehetséges, hogy ha a Strongholdot így félre löködjük kicsit, akkor lehet neki kéne állni egy játéknak. Egy igazi játéknak, ami... A Metro 2033, amely játszottam, azzal a változattal, ami nem remastered. Szia Tagdan! Szia Falatka! És én azt végigvittem. Fogalmam nincs milyen fokozaton, de arra emlékszem, hogy Windowson történt ez a bűncselekmény, akkor még... Nem mondom, hogy nem voltam olyan nagy megrögzött aktív Linuxos, de hát már az voltam, csak még játszogattam olyan játékokkal is Linuxon, amik amúgy natívak, vagy a Windows, amik amúgy natívak voltak, mert azt tudni kell, az előző Metrónak nem volt olyan nagyon jó a portja, és azért már akkor a 760-osom volt, de akkor még csak egy darab, ugye akkor még nem volt SLI-be, hogy ezért érezhető volt a különbség. Azt a kúra 50-es peak Discordon, Jesus! Na, szép! Gratulálok, srácok! Köszönöm szépen, hogy ott vagytok Discordon, én is. Na, hát úgyhogy végül is, úgyhogy Metro. Viszont több problémám is volt ezzel a dologgal, mert a Linuxos port így sem olyan nagyon tökéletes sajnos, és az egyik legfőbb probléma az, hogy fullscreenben csak 4K, ablakosban meg csak 1600x900-as felbontás, és nem lehet forszolni sehogy. Config file-ban nem lehet, mert visszaírja. Visszaírja egy fals felbontás, ami ráadásul nem is az, aminek látszik. Akárhányszor láttam a felbontást, visszaírja. Próbáltam read-only-ra tenni, de úgysem. Mindenképp egy rossz felbontással indul el a játék, és se indítási paraméterre semmivel nem lehetett forszolni, úgyhogy én most 4K-ba fogok játszani, és nem fogok látni semmit. Na jó, a chatet azt kiraktam ide a laptopra mellém, de az is csak így periférikus látáson kívül, tehát hihetetlen. De nem fogom látni a dashboardot, a control streamet, meg ilyenek. Úgyhogy az gáz. Ez egyik problémám. A másik meg az, hogy az utóbbi napokban megint kezdett kicsikét szétmenni az ülőfelületem. Mármint, hogy értitek. És én most nem ülök. Egy kicsit. Úgyhogy lehetséges, hogy majd megunom ezt a dolgot és ráülök a székemre stream közben, csak ne lepődjetek meg, amikor magasságot váltok. Vagy mi a fene. Szia Prioriter, szia! Na, úgyhogy amúgy tükör. Meg is lehetne tükör is. Nem mondtál, hogy hülyeséget. Összintén szóval nem jutott eszembe, mert a csetet azt most nyitottam ki ide magam mellé, mert már kezdeni kellett, ez egy hirtelen ilyen rögtözött dolog. Na mindegy, jó lesz az, majd írjatok caps lockkal, úgy észre fogom venni. Ja persze, igen, levitálok, ja. Úgyhogy ez van, hát mindenkinek megvannak a saját maga problémái. Jó, úgyhogy indítom a játékot, és onnantól kezdve lehet, hogy nem leszek annyira reagens, chat massza reagens, mint kéne. Play. Egy. Hang? Kicsit hangos nálam, nálatok nem úgy tűnik, mintha az lenne. Na, ez talán optimális hangerő. Megjött az új füles, bizony. Kifejezetten kellemes. És még nem is mondanám kellemes csalódásnak, mert tudtam, hogy ezt várhatom tőle. Jó, sikerült magyarítani a játékot. Képzeljétek el, a Windows-os magyarítást letöltitek, elindítjátok Vine alatt, és a tallózójába betellózzátok a Linux-os mappát,
a Linuxot Steamen keresztül, akkor oda felengedi telepíteni, és működik. Tehát, hogy az állományok ugyanazok. Jelen pillanatban térdelek még. Na de helyzet, hogy ez egy gyakran előforduló probléma olyan embereknél, akik sokat ülnek. Én kiszámoltam, hogy 16,5 órát ülök egy nap. 16 és felett. De benne van az autó, benne van az iroda, benne van a stream, és a stream utáni esti közösségi játék. Mármint, hogy amit a Just for Fun-os, vagy gyakorlatilag barátaimmal játszunk. Jelenó, Klupi, mindegy, azt nem szoktátok látni, mert az Windows-on történik, nem is fogjátok. Tehát 16,5 órát ülök, és ez már egy gyakrabban kiújuló dolog, amit, hát, semmi komoly, tényleg semmi komoly. Csak, hát, óvatosan kell levenni. Mindegy, hagyjuk is az én problémámat, mert gáz, de hát, ez ilyen, ez az én munkám, ezzel jár. Cigi? Milyen cigi? Ne cigarettázatok, nem jó. Inkább a fog a baj? A fog lehet nagyobb baj, viszont a fogaimmal képzeljétek az égvilágon semmi, tehát semmi gond. Érdekes, soha nem volt még rossz fogam. Nem, ez hajlam. Van akiben megvannak erre fele hajlamok, valakiben nem. Lehet örökletes, lehet ilyen kialakult egyéni. Ez teljesen változó, emberfüggő. Nem is lehet megmondani, hogy különösebben, hogy mitől függ. Van, aki szerencsés alkat ilyen szempontból. Én nagyon szempontból vagyok szerencsés, hogy a fogaim nem romlanak. Más szempontból meg nem vagyok az. Igazából így ennyi. Hát most mit ne beszéljek róla? Hát amúgy full egyértelmű, mert full egyértelmű, nem látszik a háttámlám. Na jó, kezdjük a játékot, ne rólam beszéljünk, hanem a játékról. Kitty, ez a Metro 2033, majd Pistéknél is fogod látni, hogyha nézed még őket aktívan. Ugye meg fog jelenni a Metronak az új változata, vagy a folytatása, a harmadik része a... Nem jut eszembe az alcíme mi lesz, de ugye ez az első rész, 5 éves játék, és készült egy remastered változata, vagy 6 éves? Nem tudom. Na és az az érdekessége, hogy én nagyon megszívtam ezzel a játékkal annó, mert megvásároltam nem is kevés pénzért, alig volt akciós, a sima Metro 2033 és a Last Light, megvásároltam, végigjátszottam a 2033-at, és bejelentették, hogy jön amúgy a remastered. Csak én ezt a bejelentést én nem vettem észre. És akik megvásárolták az előző részt, a remastered érkezése után egy hónapig ingyen be tudták lémelni azt, hogyha meg volt vásárolva az eredeti kiadás. Na most én erről lecsúsztam, de nem sokkal, egy pár héttel. Úgyhogy bassza meg! Úgyhogy nagyon sokáig nem volt meg a remastered változat, viszont nem olyan rég, egy olyan pár hónappal ezelőtt nagyon akciós volt, ilyen 5 euró a része, vagy mind a kettő együtt. Úgyhogy így végül is megvásároltam még egyszer, mert ez a játék megéri. Hogyha valami megéri, akkor ez, és Linux natív. És 4K-ba játszom, amit még sose csináltam, amióta van 4K-s monitorom, úgyhogy baszki. Lehet, hogy itt fogok összeesni, hogy befosok valamit, rámúlik a mutáns. Ja, mutáns alien belező hazám. Nemrég fejezted be PS4-en? Király lehetett. Na jó, beállítások, csak hogy lássátok, nem lehet felbontást állítani, és ezzel szoptam. Az érsimítást nem tudom feljebb tenni, mert akkor nincs meg a 60 FPS-em sajnos. Ez van, hát a többi az meg úgy okés. Tehát, hogy ezt várhatjuk azért egy 1070-től OpenGL-lel is. Úgyhogy szerencsére nem lett olyan nagyon-nagyon rossz a port. Na, új játék, és az, amit itt bajba voltam, hogy most melyik játékstílust válasszam, mert ez a spártai, ez úgy tűnik, hogy akkor került bele, amikor... hát később. Szerintem én ezt a túlélőt választom, mert nekem ez a folyamatosan pörgő harc, ez az zúzás, megállás nélkül órákon keresztül, az nem... annyira nem okés. Szerintem úgy, hogy menjünk ebbe a túlélősbe, mert
nem ettől lesz nehezebb a játék, hanem ettől lesz más a játék. Én úgy értelmezem ezt a kis szöveget. Úgyhogy legyen az. Legyen túlélő. Na és a nehézségi szint az, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatott. Nem tudom, Zoli, én is gondolkodtam rajta, mi az a 0,5-ös élsimítás. Fogalmam nincsen. A 0,5 után a 2 jön, tehát egyszeres például nincs. Tehát olyan, mintha negatívba dolgozna, inkább élesebb. Mint hogy pixelesebb lesz a kép. Legalsó. A Profi Ranger módban a kezelőfelület és az összes súgóüzenet eltűnik, a leglebilincselőbb metró játékélményért, a nehézségi szint pedig minden területen megnő. Ez a legnehezebb metró kihívás. Nem biztos, hogy én ezt akarom. Mert annyira szerintem... Nem vagyok tapasztalt játékos, még régen vittem végig, és már nem emlékszem rá, hogy milyen volt, de azt tudom, hogy szívtam vele. És... Nem akarom, hogy lerombolja a játék élményt, mert a Witchernek azért mertem nekiállni legnehezebb fokozaton, mert azt már ismerem annyira, és ha belejövök, akkor már úgy megy, és nincsen gond a nehézség. Ezt látjátok is, tehát a Witcher 2 sokkal gördülékenyebb volt már a második streambe. A Witcher egy legnehezebb fokozaton az csettintés, a Witcher 3 is legnehezebb fokozaton csettintésre lesz végigvíve, nincsen gáz. De szerintem is reális. Azért hívják reálisnak, mert ez a real. Biztos vágjátok, hogy miért mondom ezt, mert real. Olyan real, mint én. Jó. Minden összecsapás komolyan próbára teszi a képességeidet és taktikát kíván. Ez kell. Tehát ez kell, hogy bele lehessen lendülni úgy, ne legyen túl könnyű, a történet még megmaradjon. Szerintem ez. Be kell osztani a lőszert kicsikét, a siker nem garantált, nem baj. Az sose. És felülírjuk az előző mentésünket. Ja? Fényerő? Állítsam be úgy a csúszkát, hogy a baloldali kép alig látható legyen. Hát nálam alig látható, nem tudom nálatok milyen, de nálam ez egy pont jó. Prológus. Nagyon gyorsan betölt a játék. HDD-ről. We would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. De miért megyünk ki? Annyit kell nagyjából tudni az előzményekről. Az izit kisporolták, persze, mert tudták, hogy fogsz vele játszani. Na szóval annyit kell tudni nagyjából az előzmények, hogy 2013-ban a történet szerint valami atomkatasztrófa sújtotta a Földet, és vagy legalábbis egy részét, nem tudom, hogy az egészet, nem olvastam a könyvet, mert egy könyv alapján készült amúgy a játék, ezt nem tudom, tudjátok-e, biztos nagyon sokan tudjátok, nem olvastam a könyvet. De az biztos, hogy történt ez az atomkatasztrófa, és az emberiség, amit a féle bunkerként használva lehúzódott a metró alagutakba, és az egyéb ilyen-olyan helyekre, hogy Föld alatt van, és ez, hát azt nem tudom Moszkvába, de ez biztos, hogy valami orosz város, de sejtelmem szerint Moszkvába játszódik, de javítsatok ki. De biztos, hogy Oroszországban vagyunk. De miért megyünk ki a felszínre, azt még nem tudom. Ki lehet merészkedni, csak hát vannak érdekességek. When you left your home station, the other thing will end up in a place like this. Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Ja, mert tudok mozogni, jó, zsír. Ha nem, mert le akarunk esni már is. Szent Péter vár? Nem tudom. Többit nagyon kevesen tudják kimondani. Lehet, igen. Jó, dupla VHSD mozgáshoz. Ki gondolta volna? Valami mocorog a következő szobában. Ő fedez. Vannak ilyen nagyon csúnya pókok például. Látjátok? Nagyon gusztustalan lények. Szóval ezek is már ilyen mutálódott pókicák amúgy. E-gomb. Azzal használok dolgokat. Ez nem jött be. Már tök nem emlékszem. Szinte semmire. Tényleg. Ja, még tovább. Nagyon nagy a szenzim. Fú! Jézusom. Ezek a hülye pókok. Szerintem hátra fogok esni, valami elém ugrik. Esküszöm. Irányítás. Egér. Így. Megnézzük, hogy egyet, ha leveszünk, az mit számít. Még nem elég.
Van DPI állító gomb az egeremen, de nem szeretem használni, őszintén szólva. Feltettem egy átlagosan magas DPI-be és úgy hagytam, mert... Felesen nyomkodja, baszki. Akkor mindig megzavarodok. Több helyen is játszódik? Moszkva Szentpéter... Ja, tényleg csak a Moszkvát lehet kimondani. Jó, bocs. Most már viszont rossz a szenzink. Most már túl alacsony. Na jó, van mindegy, majd megszokjuk. Jó, hé, ez a következő szoba? Oké, menjünk befele. Nincsen valami, ami megmondja, hogy mi a stájsz? Direkt nem mondja el szerintem a játék, hogy mi a hosszú... Valami dereng! Valami dereng! Jó, lenyomjuk. F-gombbal kapcsoltam fel a sisaklámpát. Jó, az megtörtént. Mennyi haver! Vagy most mi van? Igen. E-gombbal vettem fel a felszerelést. Melyiket? Jó, hogy ezt itt? Aha. Aha, zsír. Nagyon jók a textúrák amúgy, javítottak rajta. Ez egyértelműen látszik, mert ez nem volt ilyen gyönyörű széget. Irány felfelé. Zsír. Hoppá. Vagy. Nem, mert meg lesz a 60 FPS-en, mert lejjebb kell venni 0,25-re az élsimítást, és akkor hajaj! Gázmaszk G. Koroljev előadóterembe vagyunk. Koroljev. Fegyvert ölts. Most töltöttem. Mi? Mi az? Mi az? Jézus Isten, de ronda. Mi? Hát mi van már? Ágaskodik, baszki. Ajaj. Szóljatok, hogyha halk a játék, vagy éppen hangos, vagy valamit mondjatok. Elfogy! Baszki! Ez kurvára gáz. Au! Elfogyott a lőszerem, mikor mi a tök van? Már nem azért, de most komolyan. Nincs lőszerem. És kurvára kicsi az FOV. De nem látok semmit. Lőd már le! Így is elfogyott a lőszerem? Itt! Az első küldetés. Prológus. Jajjó, mindjárt, csak valami mászott. Bacher. Ütni? Mivel ütök? Aha. Jó, hát ezt a játék nem mondta, hogy lehet ütni. Igen, emlékszem már, jó, nem spoilerezek, de emlékszem. Valamire. Baszki, kurva jó az a fény. Mármint, hogy nem túl reális, de jó. Mi volt ez? Valakik a toronynál vannak, akik nem mi vagyunk, de mi is oda tartunk, nem? Na bazz! Tartja ég! Jössz, fagy a maszkunk? Jössz, fogy a maszkunk? Vagy csak nem tudok olvasni. Csá! Ezredes. Hát úgy nagyjából megvan a fix 60, de... Ki tudja. Szóljatok a tearinggel. Ez mi? Mi ez a horda hang? Ezek csordában járnak, baszki. Fú, de örülök nekik. Jézus Isten, mennyien vannak. Hát ez biztos nem lesz elég lőszerem. De nem, hogy nem lesz elég, már nincs. Nem tudom valahol újra tölteni a lőszeremet? Nem.
Itt nem. Itt nincs lőszer újratöltés. Jó van, oké, gratulálok. Gratulálok. Menj anyádba! Micsoda? Az nem haltunk meg? Hú, baszki. Az erőben van erő, pedig csak repül. Minket is elragadott. 8 nappal korábban, ja, vajon jól derengett. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20 and could never... Ezek a mutáns támadások 8 nappal ezelőtt kezdődtek el, de akkor hol voltak eddig? Pihentek. Szia, Reni! Huh. A vadász. Hát, jó van. Nézzük, mi a helyzet. Ezek mind azok a földfelszíni csodák, amiket az ember épített. Most már nem látja őket senki. Csak a mutánsok. Artyom, awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Azért szeretem ezt a játékot, mert iszonyat hangulatos. Olyan atmoszférája van, hogy nem tudom elmondani. Jó, ez a kis szobánk. Jó, azt eloltjuk. De lehetséges, hogy őseim már vissza többet. Van kis táskánk, gitár. Itt van a könyv. Dimitri Gulyev. Biztos tudjátok. Pilács. Nem kell. Nem tudunk itt valamit elolvasni amúgy? Nem. Na jó, mindegy, nem fontos amúgy. Menjünk. Csácsá. Nikolaj! Veszki, teljesen be van rendezkedve az emberiség maradványa. Nem durva. Szia, Seflenyek! Ja, hát persze, hát való végig a gyerekeket nevelni kell ugyanúgy. Hát kár, hogy ilyen most a körülmények között kell, de így hozta a sors. Ezért ne atomháborúzzanak az emberek. Mert ez lesz, baszki, ez lesz, szopás. Itt vagyok, baszki, hát kopogjál. Pietro! Cső! Ez a atyaig! Ezt a tokád! Mi alakulnak át, vagy mi? Károsítják az agyat. Ezek a démonok? Csácsa! Jó, hát az is látszódik, hogy nem feltétlenül életre van kitalálva egy ilyen könyv az asztalon vissza? Menj vissza a fene. Gyűjthető dolog? Nem számít. Nem maxoljuk a játékot, sosem 100%-olok streambe, mert mindenki halálra unja magát.
Welcome to Exhibition Hunter. Te atya ég. Ezek már kemény fickók, mi? De azért jobban is belökette volna ide, ha már ilyen kemény. Ez úgy nézett ki, mintha azt akarta volna, hogy bedobja ide a szoba közepére, aztán végül is nem sikerült neki. Az helyzet, megpróbálok egy játékot 100%-ra kitolni, akkor nem csak ti unjátok meg és kötitek fel magatokat, hanem én is. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something. Mutálódnak a mutánsok is. Az a durva. A mutáns mutánsa. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Mondom, hogy kemény csávók ezek. Micsoda? Pont lemaradtam a fel... Kirill, take your group to the tunnels. Alex, we must stay here and defend the hall. Hagyjatok fegyvert, baszki! Megvédek bármit! Hé! Hey, Hunter haver! Adj már valamit! Mi ez a lassított felvétel? Mit csinálsz? Szerezek egy fegyvert? Oké. Okay. Honnan? Merre mutatott? Szerezek egy fegyvert. Szerezek egy... Mi a tökömet szerezzek? Szerezek egy fegyvert? Ha ne szopass már, honnan? Azt mondta, szerezzek egy fegyvert, és ide nézett. Hát hon? Mi? De ez... De ha csak egy, akkor az nincs gáz, igaz? Na jó. Van késem! Nyilván ezt nem így kellett volna. Hol van az a... Hol az a fegyver? Na jó. Nem találtam meg, mert balfasz vagyok. Paszki, és itt volt mentés. Milyen fegyver? Ide mutatott, hogy szerezzek egy fegyvert. Nem mutathatta valamit az a retkes játék amúgy, hogy merre. Adj valamit! Add oda a pisztolyot, te szemét! Jó, a fényképet azt megszereztük, király. Nem megyünk sokra. Nem. Végülis ez meghalt. Mi az, hogy te látod? Adnia kellett volna a pacáknak? Ja, értem. Az jó. Végülis nem kell. Falatka azt mondja, adnia kellett volna, a Firebeats meg azt mondja, hogy ott van. Jó, csak rossz felé nézek. Talán egy doboz. Bazd meg! Te atya ég! Miért nem adta a kezembe? Gyere ki, te buzi! Gyere ki, te buzi! Az a helyzet, hogy ilyen... Annyira megszoktam ablakosba játszom, és most, hogy nem ablakosba játszom, nem látom át a játékot. Bazd meg! A vadász az mi a tökömet csinál? Hipfire! Még kurvára szor helyen vagyok itt, igaz? Belejövök, jó lesz ez! Jó lesz ez! Mi? De rálövök, baszki! Ezt nem hiszem, mert valamelyik meghal egy lövése, valamelyik meg nem. Atya ég. Valami értelmes fedezéket azért adhatott volna a játék. De most komolyan.
Ja, bocs, csak tudod, én kiindultam a PUBG-ből, hogyha rácsot lövök, akkor fennakad a lövés. Ez egy rossz szokás. Én noob-fokozaton tolom. Én elfből nem lövök rácsot. De hát, gondolom megértitek. Rossz beidegződés. Te buzi! Bazd meg! Profin lövök célba! Kösz! Miután van mivel, meg miután egy helyben áll a célpont. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. Homo novus? And I'll take more than a few of your homo novus with me to Homo novus? You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. The Dark Ones! Mézsera? Ne már, most miért kell még? Potato vagyok! Artyom! Azok mit csinálod? Aha, tehát jöttek azok a feketék. És megrakták, akik itt voltak. Hát a szink. Nem lehet, hogy kevesen vagyunk amúgy? Hát az ilyen. Beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully at him. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Megvan a küldetés. Elkövenjük a police állomás és megkeressük. Show this to Miller. Millert. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. Nagyon kemény ez a csávó, basszus. This threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Hunter did not return. Okay. A válasz nem tért vissza. Caravan was heading to Riga the next day and needed guards. I signed on for the ride. Hát gondolom, hogy azért ilyen kinti körülmények között a mászkálás nem egy gyakori dolog az állomások között, bár hát nyilván sinek kötik össze az állomásokat, de hát minden bizony a szívás meló. De hát ez úgy tűnik becsületbeli ügyünk. Csak azért, mert azt mondta, hogy menjünk arra, mi oda megyünk. Taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything. Igen, ez lacsávóval betépett amúgy. Nem tudom, miért vigyorog és miért jutott ennyire tágra a szemeit. Valami tucsi szívott. Na jó, nem baj, nem baj. Én megértem már ezt is. Jó. Hát élet még megpengetjük egyszer. Szóval azt mondtad, van itt egy könyv. Jó, hogy ezeket lehet gyűjtögetni. Aha. Jó, lehet, hogy amúgy ez már másik. Mint amit a prologusban gyűjtöttünk volna. Azt mondta erre? Azt hiszem nem erre, mert nagyon morcosan néz erre fele. Milyen otthonos kis személydomb ez, amúgy.
Szegény gyerkőc, baszki. Hé, mi volt ez? Ha! Mindenféle pengetős, pengetünk kicsit. Hé, te csaj! Mit csinálsz? Adj már valamit. Na, blablabla. Ó! Oh. Igen, és itt a naplóm, ez itt tök jó. Aha! Tehát akkor ez lenni küldi. És a polizót keres meg egy Miller nevű Ranger-t. Aha. És nem tud ez elfogyni? Töltény zipó? Szerez felszerelést az állomás fegyver raktárából. Jó, oké. Tehát akkor az hol van? Mivel teszem ezt el? M betű? Nem. N. K. L. Escape. Tudja, a tököm mindegy, akkor mászkálunk ezzel, amíg nem lesz fegyverünk. Fegyverraktár. Az annyira nagyon azt akarja mutatni, hogy menjünk arra. Menjünk arra. Fegyverraktár, fegyverraktár. Hol a fegyverraktár, srácok? What? You saying that I'm dirt? Look who's well, talking shit, about dirt. Okay? Walking around and leaving those dirty footprints everywhere. Come on, Zoli. Aha. Ezért vagyunk itt páran, baszki. Ó, itt, ez elég fegyverraktár gyanús, de ezek ki vannak pakolva a cuccok rendesen. Revolver? Testre szabás? Hát én nem volt régen testre szabás? Vagy volt? Hol mutatja, hogy... Én ezt értem, hogy irányzék meg minden, de... Aha! De most miért nem tudom rápakolni? Ja, baszki, ott nagybetűkkel írja, hogy 37-be kerül. Nekem meg ott 33 van. Oké, okay, tehát nem fogom tudni. Hát akkor kérem így. De, mármint, hogy... De most akkor ez így megvan? Vagy... Aha, értem. Jó. És nem tud más fegyvert adni amúgy? Ja, mert tölténnyel kell fizetni, baszki! Nem pénzem nincs Firebeats, baszki! Hanem tölténnyem nincs, mert itt az a fizetőeszköz. Vagy valami ilyesmi, nem? És nem tud adni egy normális fegyvert? Csak a revolver. De akkor miért mondta a játék, hogy... Miért mondta azt a játék, hogy... Szerezzek felszerelést az állomás fegyverraktárából. De ha nem ad, mert nincs pénzem, akkor milyen felszerelést szerezzek, baszki? He! Írtad, baszki, írtad! Jó, nem érdekel! Lehet, hogy nem láttam például. Exchange. Aha! Oké. Okay. Hoppá, most vásároltam, igaz? F-en meg eladok. Lehet, hogy ez így nem éri meg, amit csinálok, igaz? Most éppen kattingatok össze-vissza, mint az őrült. Mert hogy egy ér adok el, és 6 ér veszek. Bocs. Jó, ezt lekapcsoljuk. Ezt megpengetjük. Ezt lekapcsoljuk. Ja, baszki. Így. Ne menjünk.
Meg mere? Ja, erre. Ezt is megpengetjük. Itt pacsékolják a petróleumot, baszki. Ja, azt hittem azt, hogy ki lehet kapcsolni. Jó van már, hagyjál már, baszki. Hát nem látod, hogy dolgom van? De neki az a legnagyobb baja, hogy összejárom a felmosást. De hát akkor, baszki, én nem veszek én semmit. Nem veszek semmit. Ez mi? Cső. Adjatok AK-t. Van AK-t, haver? Hát téged kerestelek, baszki! Ha miért nem szóltál, hogy itt vagy? Oké, nekem mindegy, jöhet. Bármi jöhet. Köszi. Ó, oh, kösz! Kézi generátor! Köszi! Kösz! Esetleg egy doboz TikTok? Vagy valami? Jó, de tapasztalt harcos vagyok. Micsába. Itt lehet lövöldözni? Biztos, hogy nem pocsékolom el a lőszeremet, a 100%-ig biztos. Hagyjuk ezt itt. Hagyjuk teljesen. Csá? Na. Merre megyünk tovább? Lehet, hogy erre? Milyen hangulatos. Ám, amúgy. Vagyis de nem. Most hát értitek. Ő a főni? Csá! Szerintem. Aha. Aha. It's not a very long trip, and it should not be too hard. Artyom, one thing before you go. I can see that you look up to Hunter, but a ranger's life is different than ours. They are reckless, even violent by nature. There's nothing to be gained by playing the hero. So úgyse így fogunk tenni, igaz? See the caravan to its destination and come home as soon as possible. Goodbye, my friend. Ja, úgy, vagy, kitakarom a feliratot, igaz? Sorry. Jó, mindegy, megpróbálunk nem hősködni, ettől függetlenül fogunk. Tehát, hoppá. Még mielőtt falatka megszól, hogy nem veszem fel a gyűjtető cuccokat, mert különben összedől a világ. Baszki. Hey, koca! Ez a hogy zabálja? Fúj! Mi teszik ez? Ez egy véres tál. Vagy mi? Ez a tálat is megette, nem csoda, hogy kidőlt. Még nyali falizik. Ő is megette a tálat. Az a durva. Na jó. Na, nagyon meg vagy törve, haver. Kösz. Baszki, ezek... Honnan vannak ezek a disznók? Disznókok. Jövök. Melyik ordít? Mert ezek nem mozgott a szája, az biztos. Hát nem tudom. És hogy döntök? Mutáns hús, amúgy nem lehet olyan rossz. Vagy de? Aha. Igen, mert valami ilyesmi van, hogy az állomások egymással is hát háborúznak. Tehát amikor a legnagyobb szarban van az ember, még akkor is egymás torkának esik. És ez mindig igaz volt.
do that. És let's így go. Megyünk hárman? Ez... Baszket, ez világát nem, tud, nem tudja ez a csávon. Folyamatosan vigyorog, meg pillázik. Te meg te is mit vagyarogsz? Vagyarogsz, vigyorogsz, öreg. Léteznek ilyen örökvidám emberek amúgy? Be van tépve. Köszi, Zoli. Én már egyszer végigvittem, nem tudom milyen fokozaton. Ó, hát mindegy, megyünk, amerre megyünk, ez van. Király Balázs, hát jobbulást, bármi is volt. Egy pillanat, erről jut eszembe. Elég volt. Koncentráció kell, koncentráció! Máshogy nem megy. Concentrate! Tudjátok melyik rét a concentrate? Nem fogom én letörölni, biztos vagyok benne. Na menjünk! Na most figyelogjál! Ja persze, hát így easy, hozzá se nyúlsz ahhoz a szarhoz. Well, bet you've seen a few places then. Ez még mindig vigyorog. The market is right next to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to Polis, but getting there now requires a lot of luck. Kösz. That or being from the same trip. I'd love to ride that thing. Hansa connects to the whole metro, and has a lot of stations. But doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. And these guys are really going at it lately. If they're not fighting everyone else, they're... De miért kell egymást lelövöldözni, baszki? Ja tényleg, emlékszem Vagvérműtét, ja. De ez a 4 nappal megúsztad, inkább egy hónapig feküdtem benne, mikor még kicsi voltam. Hogy körbeforog a nyakam, mint egy bagolynak? A military caravan got stuck near Alexeyevska. A tunnel collapse or other shit. You have to use a service tunnel bypassing Alexeyevska. Oh. Szerviz alagút. Menjünk akkor arra. Nem Piotr. Milyen Peter? Piotr. Why? Well, what's wrong with the tunnel? Well, it's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through the... Aha, tehát most megyünk a sötét szerviz alagútban. Zsír. Jó, még mindig nem tudja, mi történik. Kaptunk egy fegyvert, hát akkor használni is kell, mi? Jó. Baszkikám. Már is fáj a feje. Még aztán még nem is sok szén-dioxidot, monoxidot szippantott befele. Okay, Eugene, you go help the men. We should move faster here. You watch the back, Artyom. Sure, I'll help. That way we'll get to Riga in no time, right? Now, we should get out of here soon. That's me. It's scary when they're around. And I pity them. Them? Who them? Can you hear them? Mik ezek az árnyékok? What are you talking about? What the hell is going on? Boris. Boris. Hey. What's happening to me? It's gone. Mi a? Mondom, hogy 4-20 van. Most mondod, de rossz lőszert használok. Honnan tudja, melyik lőszert? Megnyomtam az R betűt. Ők azok a izék, azok a fekete izék, mi? Te itt fogsz nekem... Te most komolyan, itt fogsz nekem megszítelni, én ne, ha odaadlak egy ilyen karos Bélának. He.
Üdvöld, Ako! Most jön az Anál Intruder 2000, megvizsgállak. Te atya ég. De ez már 3000, bocs. Ők a jövőből jöttek. Hát ezt le lehet lőni. Stronghold? Stronghold sose lesz Necro, ne viccelj. Ki mondott neked? Én azzal fejeztem be a Stronghold streamet, hogy nem lesz Stronghold. Tehát így mondtam, hogy nem lesz Stronghold. Ezek szerint csak annyi lettek, hogy lesz. Különösebben nem fáj. Tehát, hogy fájdalmaim nincsenek. Tehát félre írtatok. Jó, hogyha ilyen kibaszottul okos vagy, hogyan cserélek lőszert? Ez így jó? Boris nem akar felkelni, baszki. Most hajtsad, most vigyorogjál, baszki! Vigyorogjál! Hajtsad, vigyorogjál! Kit lőjek le? Meg van őrülve, baszki! Hogy már meg! Baszki! Tározz már, te állat! És mivel lőjek szerinted? Fúj! 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 Nem is fog rajta a kés! Na jó, de egy kicsit. Végre, kösz! Hoppá! Hé, de ott volt még az egyik! Ez kettőt lő egyszerre, jó volt? Azt hittem, hogy... Á, Istenem! Néha kilövi ezt a kettőt, néha meg nem, az miért van? Na gyere te buzi! Jó, csak türelmesen! Csak türelmesen! És porolok! Gyere, gyere! Csak közelről lő! Miért lő ki a kettőt amúgy? Tudok váltani fegyvert? Kinek van ideje egy fegyvert váltani amúgy? Baszd meg. Mi? Hajj már meg! De miért? Most megint nem haltunk? Ez skriptelt vagy nem skriptelt? Ja, értem. Vagy ez skriptelt? Ajaj! Hú, te kurvára gáz, baszki! Fussunk! Fussunk! De ne, engem ne lőjetek le, baszki, hülyék vagytok! Ne! De engem is lelőnek amúgy. Ez kurvára gáz. Aha, tehát a sotival nem tudok úgy futni. Oké, tehát futni kellett. Ú, de menő. Ez hol volt eddig ez? Baszki ez a lángszóró, te szemét. Miattad haltam meg egyszer. Na, menjünk inni. Ez jó ötlet. Legjobb ötlet! Oroszországban vagyunk, vagy mi fene? Bármire ihatunk. But I was about to find myself with an unexpected. A vodka nem folytotta belém a félelmet. Van az a mennyiség a vodka szerintem, amikor már azt se tudja mi van. De nem tudom. De nyilván itt nem az a cél, az emberek segrészek igyák magukat amúgy. Ok. Rigába robogtunk oda. Bizony. Ez mind, ebben bevodkázott. A csávó meg
Meg most is buzi. Let's train to our friend Artyom, who goes right through monsters and anomalies alike. To Artyom. To you. Kösz! Ígyunk rám! Ez jó ötlet! És ebből a... ebből a... korsó pohárban iszik a vodkát? Jó, hát nincs más, persze, nyilván. Kösz! Köszi! Add oda! Hadd vegyem el! Nagyon, nagyon hálásak most. Lehet mindjárt le is cumbantanak, főleg ez itt az a csávó. Bocs, bocs. See if that shroom vodka knocks him down, huh? Okay, we've got to check that. To our luck, and me. To our job. Please come again. To your health. Hát valószínűleg igen, összetörött az otthon villanásba. The vodka kicks everyone's ass, huh? Hogy vigyorog a csávó? Ja, ezek az arcok nagyon durva. Na, add oda a pénzemet. Kösz. Upgrade-elünk. Na. Hova ment a csaj? Erre? Halló? Riga. Hol a csaj? Hé, gyerek! Hol az a csaj? Ja. There's a man at the Black Street waiting for you. I'll guide you there for one bullet. Hogyan választok ő? Azt még nem mondtál a játék, hogy a tökönbe választok? Ez most nem Witcher. Thanks. Let's go. De hogyan választok, hogy melyiket szeretném? Mert most adtam neki, belementem, pénzért. Vagy adtam lőszert a gyereknek. Hát le fognak csukni. Olyan veled. Hát. Most. Hát őt. Hát rajta segíteni kell. Miért vagyok ilyen jó szívű, adtam neki egy lőszert. Én az E betűt nyomtam, srácok. Az E betűvel történt meg, az igen. Akkor mivel történik meg a nem? Te gyerek! Én még vissza kell mennem a vásárolni, azt ugye tudod? Meg még van egy kis vodkám is. De mi lenne, hogyha megállnánk, és azt mondanám, hogy mondjuk elkísérsz holnap? Miért megtaláltam a csajt? That's him, sitting over there. Well, I'll be going. Bye. Come here. Hello, majd jövök, csá! Hát baszki! Én nem. Te gyerek! Hol a csaj? Baszki! Én meg akarok költekezni, meg vodkázni, meg beszélgetni, élni egy kicsikét. Hát ne legyünk már ilyenek. Hol a store? Hol a store? Á! Igen. Igen. Csá, baszki. Ez már most meg akar verni. Te ne keménykedjé! Te... Nem vagy egy igazi marketing szakember, igaz-e? Te... Ne nézzél már így. Lőszer. Hogy választok ki bármit is? Aha, jó. Konkrétan így. Érdekes, mert azt írja 60 FPS, de mint a kurvára nem lenne meg. Na mindegy. Én nem tudom, az mi vagy azért kellett neki az egy lőszer, de hogyha... Nem tudom. Na most, akkor ezzel a... Melyik lőszerrel fizetek? Ezzel, igaz? Ehhez kell lőszer. Most vetünk egy tárat. Aha. Jó, de én upgrade-elni szeretnék, haver, nem lőszert venni. És nálad tudok upgrade-elni?
Te mit tudsz te? Ó, nálam a gránát. A kés. Adjál már. Te nem érdekelsz. És nálad mi van? Aha, tehát nálad tudok upgrade-elni, zsír. Ne várjunk csak. A dupla csivit azt ahogy nézem megtarthattuk. Én ezt nem bántom. Ne utánozzál! Csak én vághatok ilyen hülye fejeket! Megéri egyáltalán upgrade-elni bármit? Mi az az egyéb? Aracsony meg helyesen megformált markolat könnyebbé teszi a fattyú fegyver irányítás, ami teljesen bla bla bla. És mennyibe kerül? Ja, 60-ba. Megéri valamit upgrade-elni egyáltalán? Olyan kevés a pénzem, baszki. Vagy majd a következő állomáson, ha lesz olyan. Sebzés csökkenés, az biztos nem kell. Meghosszabbított cső. Ez nem hangzik olyan nagyon rosszul. Elkozzak? Nekem is van egy ilyen gyanúm, hogy kéne. Tudjátok mit? Tényleg? Akkor ekózok. Rendben, leekózzuk a kört. Csá, nem veszek semmit. Át akartok engem vágni. Látom rajtad, főleg ez. Ez a kalapos. Na jó. Menjünk valamerre. Hadd beszéljek már a főnökkel. Nem? Nem lehet? Hú, baszki. Ez gulágba küldene, hogyha most nem ilyen időket élnénk. Látom a szemét. Csak azért, mert köhintek. Na beszélgessünk az a fekete ruhással. Nincs itt valami loot, amit amúgy el lehet lopkodni? Most jó fele megyek? Lehet, hogy simán elfelejtettem, hogy merre kellett. Nem úgy néz ki. És nincs itt ilyen gyűjthető vacak? Nem úgy néz ki. Miért lehet ide eljönni? Nagyon mindegy. Akkor erre. Ez is vigyorog, már ez is be van vodkázva, beszarok. Everybody calls me Bourbon. Bourbon. Listen. I need to get to Dry Station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way, a so-called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So you help me get to Dry. I'll give you my AK when we get. Kell az AK-t, baszki, ne viccelj. Simán. Good. Here's an advance payment in case you need to gear up first. Are you ready? Just make it short. Aha, igen, a jobb és bal egérgomb. Ha nem E-t nyomok, akkor a bal és jobb egérgombban is működik a dolog. Ja, gyerek biztos. Viszi faternak. Felkelt reggel fater. Hé, gyerek, szerezzél nekem már vodkát, egész nap úgyis haszontalankodsz. Iskola már úgy sincsen. Bezárták véletlenül. Akkor hasznosítsd magad és szerezzél vodkát a pucinak. Ez volt. Na jó, akkor most lett még egy kis... Mennyi lőszerünk van? Eldöntjük. 6 a revolverhez. Jó, ott írja fent. A pénzes lőszer a... Azt válaszoljátok meg, a pénzlőszer az univerzális? Vagy bele tudom tenni az automatába? És a revolverbe? Nyilván a sörétesben nyilván nem. Mert ugye abból van 93, akkor van 19 sörétem, 31
Aha. Aha. Nagyjából vágom, csak erre válaszoljatok. Vagy akkor az most univerzális, ha jól értelmezem. Én szerintem akkor nem megyek vissza a sztorba, megpróbáljuk kevés lőszerrel. Nem lehet menteni? Nem. Are you ready? Sitting in this crap hole is useless. Igen. De valószínűleg tényleg része, hogy megáll, egy kicsit dölöngél. Csadon gondolkodik, elinduljak-e vagy sem? Ez is elindul. De miért áll meg itt néha? Azért miért nem a seggében vagyok, ő megáll? Lőszer. Ha valaki tud oroszul, jelentkezzen a chaten. Azért nézzük be ide, mert hát van nekik is eldugott lőszerek erre-arra. Mert úgy tűnik, hogy akkor a játék ezzel operál, hogy lehet azért pénzt találni. Én nem tudom, hozta az AK-ját, lehet, hogyha visszértünk, akkor adja oda. Vagy mi? As I entered the abandoned tunnel with Bourbon, I wondered if I'd been wrong to trust him. But the station gates were still sealed, and there was no telling when I'd have another chance to leave Riga. De kicsikét már tovább tölt ez a pálya. Ha. Tehát elgondolkodtunk, hogy lehet, hogy átvág minket, de tök mindegy, mert arra nem volt lehetőségem, hogy ne fogadjam el, amúgy. Great, we broke free. Now keep your eyes peeled. The handcar ride is over. Lots of tough guys died. Most ebben melyik lőszer van? Most ez melyik lőszer? Ez a fizetős lőszer. Ez a nem fizetős lőszer. Oké, rájövök amúgy. Most kismerkedem a játékkal, bocs ez. Mi ez a szemecsis víz? Az a természetes fény, baszki. Világító gombák? Baszki, hát akkor ezért vidámak ennyire? Oké. Ki tudjuk lootolni a hullákat? Basz, ki le van tépve az a... Fúj! Ha! Bókáló. Hármas sisak? Nem tudom felvenni. Baj, majdnem itt hagytam. Basz, ki legyek másznak a pofámba. Jézusom. Fizetős lőszer a pénzlőszer alatt értem ezt. Ajaj, lemaradtunk, baszki. Ennek is remeg a lába. Hát nem csodálom. Nekem nem csak a lábam remeg, hanem én. A testem. Az mi? Az mi van? Bocsánat. Hé, ne, hadd nézek már körül egy kicsit, haver. Kellem a isteni loot. Ó, nála volt cumó. Mi volt ez? Anyád! Mi? Hadd lootoljak már, baszki!
Micsoda? Ez a játék, ez ilyen lesz végig? Extra quiet-ek leszünk. Ide jövök. Csá, menjünk! Hello! Várjál meg, haver, hova mész, baszki, meg vagy őrül? És fut! Mit akar hagyni? Jézus Isten! Te, ott láttam egy csomó zsíros lootot. Menjünk már vissza, léci! Most mi lesz így? Szemét. Loot. Ez az. Shit, caravans. They're all dead. I know that style. Bandits. And Hansa boasted that they'd wipe them out. Now keep your eyes peeled. They won't let us pass freely. Oké. Én alarm system. Ancient. Miért nem beszéljük meg vele? If you want to arrive unexpected, try not to disturb the cans. Mi ez a csöves módszer itt, baszki? Baszki, és a legyek rámennek a pofámra. Mi az, papírrepülő? Jó, volt nála valami? Mindent felveszek, aztán majd utána elgondolkodom mi. Varázsgombát? Mi? Na jó, visszamegyek. Szóval egy recsenés vagy roppanás is elárulhatja a helyzetemet. Botló akna? Tudom mi a teendő? Nem tudom mi a teendő, haver. Elmondhatnád, mit csináljak? Baszki, mennyi lút? Egy másik sörétes. Ez ugyanolyan, igaz? Csak ugorjam át? They barricaded themselves. Short, we need to get closer. Can you take down the patrol? Micsoda? Én emlékszem! És tudjátok, mire emlékszem? Hogy én itt abba hagytam a játékot. Egy hétig. Vagy meddig. Nem nyúltam hozzá. Hogyan ölök meg valakit, stealth? Nincs F6. Nincs mentés, vágjátok? Who's there? Shit, my ears are failing. Someone's out there. Oh shit. Sleep deprivation does.
szemét! Dudor? Ne Dudor! Te meg itt vagy! Jézus Isten! Bazd meg, azok akarnak valamit. Ezt úgy kéne megölni, hogy jól legyen, igaz? De csak mi lenne, hogyha egy másik buzit próbálnék megölni előbb? Már ha van olyan. Nem voltak itt valami üvegszilánkok szétszórva? Komolyan kérdezem. Én emlékszem olyanre. Üvegszilánkok voltak szétszórva itt a padlón. Itt egy csobra. Azt az egyet kell megölni. Kellett volna hangtompító. De olyan volt amúgy. De én ezt tudom, baszki, akkor hozok. Jó, hát megpróbáljuk, baszki. Micsoda? Akkor rohagyd meg! De és ti most mi a tökömtől? Mi lett veletek? Én nem értem ezt a játékot. Hogy a fenébe vettek észre? Azt nem látok. Nem lehet kilőni a fényt? Ezért lopakodtam. Jézus Isten. Loot? Semmi? Semmi. Segít. Na ne, basz, páncélszekrény! Loot! Most legalább van hozzá lőszerünk, amúgy sok. Majd csak, hogy hílelek? Aha! Ez nem a fizetős lőszer most, igaz? Mi van ezzel? Broken revolver, baszki! Meg. Igen, ez ilyen baszki. Nekem is ez a problémám amúgy a játékkal eleve. Az egyik legnagyobb talán. Hogy mi a faszomért kell egymással háborúzni? Oké, én nem akarok jövőst játszani. Csak túlélni, el akarok jutni poliszba, vagy mi? Mi? De...
Ha. Most miért kell lemenni a smötyibe? Zsír! Ne vedd le! Micsoda? Mi? A szörnyek jönnek? Amúgy. Aha. Világos. Örülök. Örülök neked, köcsög. Miért van erre szükség? Miért? Jövőben ezekben nem tudok mit kilootolni, igaz? És szörnyvért azért lecsapolhatnánk, hát valami vaják dologra jó lesz. Hátra. Mi röfög, baszki? Ne röfögjön. Hogy? Menjünk tovább, vagy nem kell? Ja, Beruk, köszi szépen, köszi a követést. Az a helyzet, srácok, azt hiszem mondtam, hogy nincs dashboardom. Tehát, hogy így nem látom. De ha beírjátok ide, hogy mi stájsz, akkor viszont látom. Jó, bocs, csak most egy kicsikét letesz az életről engem ez a játék, meg kell mondom az őszintét. De igyekszem, hogy ne így legyen, oké? Okay? Most miért? Hát ezzel már itt harcoltunk. Oké, okay. Plusz 6 percnyi maszkom van. Zsír, na gyere te buzi. Au! De már elakadtam! Mibe akadtam el? Elakadtam valamibe, érted? Nem látom! Nem jó az a baj, olyan kibaszott nagy az a kép, hogy nem látom egészet. Itt valamibe el lehet akadni. Ja, baszki, a izébe akadtam el, jól van, gratulálok magamnak. Elakadtam a létrába, ami jöttem. Mert hogy kell bele, baszki, egy féltár! Azért nem éri meg szörnyekre vadászni ezzel, igaz? Krisztike! Szia! Ja, és nem is nekem köszöntöm, Artyonnak. Volt itt egy dolog, amit most elhagytam. Nem baj. Miért kell megállnunk? Miért nem tudunk tovább menni egyszerűen? Igazából... Már majdnem attól a sörétesebb vagyunk a legeredményesebbek, de végül is lehet, hogy hazugság lett volna, ha ezt mondom. Baszki! Ja jó, zsír. Biztos van itt valami loot. Pókhálón kívül. Fúj! Ki mennyi lút, ez az. Mindenben egy kicsi. Szia, Oli!
Sajnálom, hogy én már régóta tervezem amúgy. Régóta... Aha, majdnem ezt is ütöttem. Régóta tervezek én már metrozni amúgy, akár hiszed, akár nem. Komolyan? Hogy lehet felpumpálni magam? Van egy kis... Van egy kis pumpám. Hogy szórom meg? Micsoda? Segíts, Dimitri! Vagy mi vagy te? Hogy már meg! Hogyan pumpálok? Mennyi? Dimitri! Baszki, olyan ügyes vagy, vagy bejöttél a halálba. Atya ég. Jól vagy, Dimitri? Van nálad loot? Ennek is megették a fél arcát. De miért csak a felét? Másik fele nem finom? Nincs itt valami? Sumo? Lőszer? Andris intrója? Milyen Andris intrója van? Fogy a pilács! Hogy pumpálok? De jó van már, most ne bosszankodjál, menjünk! Azt hiszem gond van már megint. Jó, én bebújok ide. Itt ahogy nézem, itt nem lesz baj. Mert hogy ő amúgy teli belőlem és egyben nem hal bele. Egy ilyen fajta állat amúgy. Tök jó, csak az egyiket cserélik ki amúgy, és nem mind a kettőt. Mert hogy jó, persze ez logikus. Na igen. Ó, megyünk le. A legjobb ötlet, amit tehetnénk amúgy, hogy most lemegyünk. Köszönöm szépen a csírt! Hát metrózzá, baszki! Metróz, nyilván. Én itt nem számítok. Én itt senki vagyok. El vagyok veszve a metróban, érted? Nem is létezem! Már megerőszakolt egy párszor a játék, én nem biztos, hogy... Jó, nem mindenki végigviszem, csak... Mert amúgy jó, én úgy emlékszem, hogy jó volt ez. Világító moha is van, beszarok. Hova lett Dimitri? Aha! Csá! Jó, nála még volt izé. Lekapcsoltuk a hármas sisakot. Suka! As if Nasalis is behind us were not enough. Now we're stuck in fucking graveyard. Artyom, search the bodies. I'll try to get our asses out of here. Oké, remélem nem fog rám támadni senki. Bár itt ebben a smötyiben ez esélytelen ne így legyen, igaz? Mi? Yes! Krisztike, yes! Pénz! Mi ezek a látomások, baszki?
Rám száll a légy. Mindent megnéztem. De jó fej. Megígérem neked, ha visszajövök, lezsírozlak, és lefestelek. De látomásunk van, és távolodunk tőle közben. Miért? Elájultunk a fenébe. Én nem tudom, miért beszélsz akkor, hogyha érted magyarul is, akkor nem tudom. De miért haltam meg? Azt hittem, ez szkriptelt meghalás amúgy. Mi volt a baj? Mi nem tudsz, hogy a magyarul írni? Aha! Ja, értem. Már kezdtem megharagudni rá, hogy majmolod az angolt, de akkor ezek szerint okkal? Akkor úgy nem is, már nem is majmolás, tehát hogy semmi gond. Csak azt nem szeretem, ha valaki tud magyarul, frankón, és angolul beszél poénból. Szerintem ellen kell tartani ennek a visszahúzásnak, nem? Azt kell csinálni? Ellen kell tartani? Igen. De miért akarunk rosszul lenni? Megbasz minket amúgy a gáz, vagy mi? Mert ő is benne így húszazott most gyorsan. Kicsit. Én nem tudok beszélni magyarul. És semmilyen nyelven. Én nem tudok nyelvül amúgy, ezt mondtam már párszor. Nem mondom, hogy nincs gáz, csak érted, azt hittem, hogy amúgy tudsz csak. Rendesen megkaptuk a négy küszatot lenne a varázsgombáknál. Hé! Valaki molyol. Moly. Na, menjünk innen. Loot? Nope. Igen, megvan persze a folytatása is, és majd hogyha ezzel végzek, akkor utána jön a Last Light. Természetesen. Valami nagyon dübörög mögöttem, és nagyon zavar ez a hang. Nem szeretem a dübörgést, ne dübörögjön. Mindegyiken rajta van a hármas. Na, ez már a civilizáltabb hely. Azt hiszem megkerültük a... Mert be volt omolva ugye a járat, és azért mentünk egy ekkora kerülőt. Biztos, igen, játszottam már a 2033-ban, egyszer már végigvittem. És emlékszem, hogy sokat szívtam vele. Nagyon. Ez a bejárat az egyik állomásnak, aha. Jó, akkor nagyon gyorsan előveszem a bityukát. Pista! Amúgy ezt nem tudom, miért nem tudtuk megbeszélni a másikokkal amúgy. Ajaj. Nekem rossz előérzetem van. Hogy pumpálok? Így? Ha! De mi? Miért hátulról jön? Baszki, kell bele fél tárhát, beszarok. Tudom, hogy pontatlan fos, de... Na. Segíts, védj meg!
Védj meg! Igen, lassú a reload, baszki. Nagyon. Gémenion, igen, valami ilyesmi lehet, mert ugye nem hat ránk ez a cucc, ami a többiekre. Bár azért maszkot fel kell venni, de valami volt. Valami volt. A feltételezés nem feltétlenül rossz. Na, én arra jöttem rá, hogy tök haszontalan, a sörétes a legjobb. Mi? A sörétes a best. Ön ne... pacifista! Nem akar harcolni. Nem, ő nyugiba el van. Mászkálódik, nézelődik. Na, nem azért meg kell lőni, hát. Nem maradhat úgy, hogy nem hol meg! Gyere vissza, Dimitri! Mit csinálsz ott? Meg akarsz halni? Ha! Ne! Ott a segítség, ott már help van! Most én vagyok véres, vagy a monitor? Au! Baszki! Mi ez? Asd! Jó, sörétes, a best ever. Én vagyok véres. Igen. Jaj! Most nem pumpálunk, nincs pumpanó. Mikor nem jön, akkor tározok. Hogy veszem le a maszkot? Ne! Ne! Elkezdtem tekerni egy valamit! Valamit elkezdtem tekerni! Nem tudom, mi volt. Szúrd magadba, szúrd meg! Bocsánat. Nem tudom, mit tekertem. Valamit elkezdtem. He. Jézusom, mi lett volna ezt legnehezebb fokozaton tolom? Tudja, hogy abba hagytam vár volna, vagy újra kezdeném, vagy... Még mindig ott lennék abban az első kibaszott alakútban. Az egy idő után, amikor bemegyek a sarokba, már ugye nem tudok hova menni. Baszki, mit kérsz még? Kétszer... Hát ez... Ezek ismerik egymást? Szia, Ursus! Ez a játék kurva nehéz! Mit kell csinálni, túléljen, baszki? Megért Berber Dimitri! We've got a little job to finish, then we'll get back to you. Remember where you should wait for me?
Nem nagyon? Akkor ez én vagyok balfasz. Vagy nem tudom. Uha! Mit trükközünk, baszki? Ja van, elég a viccelődésbe. Ne itt átsorogj, menjünk már be! Ha most akartok 20-an megbaszni. Te atya ég. Nehéz volt kinyitni ezt a szart! Hülye! Jézusom! You could buy almost anything, but bourbon out. De az átvezető zenék kurva hangulatosak amúgy. Jó, tehát itt van piac, amin szinte bármit megvehetünk. Bármit. Ha! Talán most már meg tudjuk venni a csajt! Tedd el azt a fost! Most ő játsz a Lendót. So, you all drunk. What are you carrying this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little. And you keep an eye on this one, huh? Az nem jó, hogyha így a fegyvercsövében nézek, igaz? Mondjuk szerintem ez akkorát durrantaná a koponyámon, hogy ide észre se venném, mi történik. Hát az bebaszta! Hé, Dimitri, hol az ákám, te szemét? Mi van? Hozzám beszélsz? Hozzám dumálsz, te seggfej? Welcome to the market. Igen. Igen, piacozni szeret, piacot. Jött a piarc. We're in deep shit. No way I can pay back those railcar guys. We'll be lucky if they let us shovel shit for the rest of us. Hey, nem tudom ezeket kirabolni. Mati! Ez elég creepy, baszki. Jó, nem játszok Szopó Fantomot, megyek innen, mert még valaki félreérti. Amúgy maga a játék úgy... Nem emlékszem, de hát nem így nézett ki? Vagy ennél sokkal csúnyább volt? Találkoztatok a bárban, vagy én is megkereshetlek. Oké. Okay. Körülbelül van 5 percem? Nem már meg időre is megy? Na ne szopas állat. Jó, körbenézek, hát ha van valami elhagyatott pénz, amúgy szerintem tök mindegy, mennyi ideig húzom a dolgokat. Ja, haver! Szerintem az évjárgon semmi nem változtattak, én úgy látom, hogy csak a textúra felbontáson. Semmi máson. Mert amúgy nem néz ki sokkal-sokkal jobban a játék. Nekem magyar-orosz nem létező akcentusom van, mert csak ahhoz a nyelvhez lehet akcentusod, amit beszélsz. Én nem beszélem az angolt. Tehát, így van akcentusom egyáltalán? Pace! Mármint, hogy piarc! Mi fegyvereitek? Hé, honnan van ilyen fegyvered? Szopó állarcos. Ő ilyen fasztorlasz, nem? Mint a recruit. Ezt tök jó, tudom pörgetni, de nem tudok bemenni rajta. Na jó, mindegy. Nem, ez csak egy rádiós. Te kereskedsz valamivel? Nem, csak átsorog. Jó, megyek már. Mi ez a... Hajtszat... Hunden. Oké. Okay. Rendben, a főnök. Pedig... van vodkátok? Most adtam neki pénzt. Szolgálj ki! Most fizettem, baszki! Most adtam neki pénzt! Basz, ezt a csigát! Te atya ég!
Látjátok azt a régi HP számítógépet ott benn? Szia, Mark! Hát ez kurva jó volt. Mondom, miért ilyen lassú ez a csávó? Gyanús volt valami, de most már értem. Hé, el tudom venni a pénzét. Szerinted megharagszik? Nem, menjünk innen. Nem láttam még sok csajt. Hé, nem kell segítség? Nem. Az a baj, benőtt a szája, úgy látszik. Nem nagyon tudja kinyitni. És az úgy nem, buli. Az úgy nem buli. Ez így tök higiénikus, nem? Ezt beleraknátok a kocsonyába? Látom, le van vágva a füle, úgyhogy lehet, hogy az már ázik a húslében, de... De egy nem kagyarítanátok belőle egy ízeset, igaz? Fúj! Na menjünk. Amúgy ja. Exchange! Nem akarok exchange-elni. Hoppá! Egy napló. Nem vele lehet üzletelni? Amúgy néz ki. Kivel üzletelek? Itt az exchange, az biztos. Akkor itt üzletelek. Ó, zsír. Olyanom van. Ami. 128. Levolvel. Ez az ízés. Testre szabás. Ez jó lesz. Én nem vagyok beteg. Ha be volt nőve, nem nyitotta ki. Mi van veled, Mark? Mi? Csináljuk valamit a sörétessel, mert ez a leghasznosabb esküszöm. Erre már rájöttem, hogy semmi más értelme nincs. Szerintem tegyük rá azt a csőhosszabbítót amúgy. Mennyibe kerül? 67. Kell. Meghosszabbító csöveg felszerelés, dupla csövé, puska, fegyverre, 67 lőszerér. Igen. Sírva fakadok. Mi van még itt? Visszarúgás csökkentés. Az jó, mert amikor így elborul az agyam, és ugye a dupla csövével így lövök, akkor ugye valószínűleg a második az már a plafont lövi. Tehát lehet, hogy egy visszarúgás csökkentés nem ártana. Háború előtti optikai célzó lézer. Lézerelődik a lézer. Nincsen olyan, ami gyorsabb betározást ad? Mindjárt elszáll az agyam, azt mindet felszerelem amúgy. De ez mit cserél? 60 pénzért? Nem, azért annyira nem. Mi van veletek a cseten? Én... ez a laptopot most lehajtom, és játszom egyedül. Jó. Milyen sörétesük lett, te atyaig! Biztos nem adom el. Oké, köszi. Nézzük meg, hogy nézzük meg az inventorimat? I-vel, nem, M. Ez még mindig ugyanaz. Menjek a felszínre Bourbonnel. Oké. De én nem ezt akarom. Én meg akarom nézni az inventorimat. Azt hogy csinálom? Q, egy healem. Hol veszek healt? Nálad?
Hagyj már! Most, akarok! Mennyiért adsz? 15 ér? Hoci! 2 ér adom el? Biztos nem. Fogjuk rá! Fogjuk rá elég. Na jó. Visszanyitom. Én nem tehetem fel a csipeszeket, srácok. Tudjátok, hogy kitiltana a Twitch. De ha stream után átjöttök egy másik platformra, és síreltek eleget, ez feltétel, akkor lehet, hogy felteszem a csipeszt. Hogyan nézem meg, hogy mi van nálam? Nem tudom! Nem tudom megnézni. Jó, mindegy, lényeg, hogy vettünk... De nem lényeg, hol veszek lőszert? Hol a lőszeres? Itt... Exchange. Lőszer. Mit választok ki? Aha. Van 56 pénzes lőszerem. 10 sörét. Levolvelbe. Ó, hogy ez, hogy ezt így jelzi? Aha. Ez leghaszontalan a fos. Amúgy. Sörétünk van viszonylag kevés. Azt vehetnénk amúgy. Csak elég lesz. Nem, ez mi? 15 mm-es acélgolyó. És ez melyik fegyverhez kell használni? Mert én úgy látom, hogy ez itt elcsúszott ez sorral egy kicsit. Jó. Ja, igen. Az nekem is feltűnt. Na jó, menjünk. Vettem egy kis lőszer, szerintem elég lesz a menet közben, úgyis találunk lootot. Hova lett a csávó? Most itt a patkányokból kiállítást szerveznek? Hol a haver? Hol a haver? Komolyan? Akkor bazd meg. Lehet, hogy erre ment tovább amúgy. Baszki! Ha magyar a felirat! Ne, tehát de állat! Ez micsoda? Én nem akarok lőszert pocsékolni, amúgy. Mert látom, hogy ilyen dolog, ilyen gyakorlópálya, vagy mi a fene, de nem akarok. Itt van a bárban, az, ez a bár. Nem úgy néz ki, mint egy bár amúgy. Ez a bár. És hol van a mi rossz illetű barátunk? Ha! Ha, menjünk akkor, menjünk. Menjünk a felszínre, menjünk. Megoldjuk, bármi is legyen. Bourbon! De milyen oroszok ezek, amit Bourbonnek, Mike-nak, meg ilyeneknek hívnak, meg... De miért? Pofára oroszok, de amúgy meg Bourbon. Are you sure, Commander? Take your positions!
Na jó, akkor ahogy nézem, itt most lövöldözés lesz. Felvehetem a nagy ágyút? Ó, baszki. Pedig azt hittem, hogy Tachanka lehetek egy kicsit. De nem. Én lehettem volna az igazi Tachanka! Piotr Tachanka! Vagy hogy hívnak? Hogy hívnak? Artyom Tachanka! Csukjátok be már ezt a szart! Te kurva jól néz ki, baszki. Jó, azért valamit javítottak a játékon. Van orosz Bourbon, azt mondod? Bourbon. Az orosz Bourbon, az Bourbon. Welcome home, Artyom. Megnézzük, milyen a felszín. Mindennek van orosz verziója, ja. A bourbonnek bourbon. Bourbon. Mi a sztori? Leírja neki valaki a sztorit, vagy senki nem figyelt. Nem baj, ha nem. Akkor elmondom. Nagyjából. De biztos van itt valaki, aki vágja. Én vágom, csak most lusta vagyok. Az a helyzet. Hogy veszem fel a maszkot? Be really careful now. De azt mindig nem tudjuk pontosan melyik városban vagyunk, vagy már megtudtuk? Moszkvában. Stalkers. Those crazy devils come to the surface almost every day looking for scrap, ammo, anything they can dig up. Sometimes you find the dead ones frozen stiff, like snowmen in rags. Mindig is le van rágva a fejbőre, mi? You might find another cashier. Okay. Én átnézem, mi van. Tehát szűrők azok... Mi a szar? Ez ilyen patkány csótány? Fúj! Kulcs! Az nyit valamit! Lemerném fogadni, hogy ez a kulcs, ez kinyit egy zárat! Hol? Te vajon hol? Mit tudsz, nem itt? Nincs is itt mit átvizsgálni, baszki. Ah! Élek! Hogy a faszomba? Vagy mi van most? Bazd meg! Nem baj, ha most meghalunk. Na jó. Nagyon gusztustalan lények ezek, baszki. Milyen durván néz ki. És királyek ezek a cseppek itt a... Vaz! Ne már itt vannak ezek a démonok! Szia, Klippi! És most itt nem tudok tovább menni amúgy? Meddig ég a benzin? Eddig. Ez így a kis kulcs, ez az. Kérem ide!
Jó, van ilyen gyújtogató izénk is. Ja, most átárasztom a fizetős lőszert bele? Micsoda? Na! Mit kell megpumpálni? Na jó, hát ez megvolt. Nem mondom, hogy olyan sikeresen, de megvolt végül is. Felvettem két papírrepülőt. Hihetetlen. Ezt az égést, mit csinálok? Jézus Isten, nem kéne nekem videójátékokkal játszanom amúgy. Az a baj, az élet is hasonlóképp megy ám, csak szólok. Pont ugyanígy. Na jó. Menjünk. Dimitri! Let's go. We've got to reach the air shaft, which we'll use to get to Dry Station. Then we go our separate ways and you'll get my AK like I promised. Aha, jó. Tehát akkor még az AK-s ajánlat az még nem él. Majd csak ezután fog. De menő shotink van! Soci! Mi? Azt mondta, hogy ő! De hol? És miért? Lejtőzzek el? Hol? Ja, hogy ettől! Tartja ég, nagyon kemény legény ez is. Kösz! Bárit megpumpálok amúgy. Fogd már meg, te állat! Nem én csesztem el, igaz? Fröccs. Egy-két hangefett kicsikét, mint hogyha alacsonyabb lenne. Körbe kell mennem. Ne lépjük a pocsába, sugárfertőzést kapok, meg ilyesmi. Kapus épület? Ne legyük a sárga hóból. Te szemét! Micsoda? Most ez engem akar? Hol vagy te, buzi? Mi kell még? A mit adjak még, te buzi? Picsába. Így elbaszni ezt a rakás lőszert. Nagy csak. Hogy nem veszem fel a maszkot? Hogyan cserélem? Véletlenül megnyomtam a mi az? Azt a szűrőcsere gombot. Nem tudom melyik volt az. Mert a játék nem írta ki, hogyan cserélek szűrőt. Ezért veszem le a sisakot és veszem fel újból, hogy cseréljen szűrőt a játék. De valahogy lehet máshogy is. És nem jöttem rá most, hogy. Nincs ezekben az autókban valami loot? Futi van, azt mondod? De hát lelőttem, mint a szart. Hova fussak? Nem futok, lelövöm. Ne, emlékszem erre a részre, hát itt meg fogok bolondulni. Azt a kurva. Mi
Micsoda? Uááá! Honnan jött? Té, előtte írtad? Oké. Okay. Mert hogy a té, majd kipróbálom. Kellene egy kulcs. Kulcs. Honnan szerzek kulcsot? Mi volt ez? Kezdünk nagyon lihegni. Leszűrünk. Ja, így jövök körbe. Aha. Kéne egy kulcs. Így van. Ne tekerd rá még egyet, baszki! Most miért tekert rá még egyet? Akkor gondolom, hogy a kulcs az fent lesz, igaz? Nagyon úgy sejtem. Úgy sejlik a téma. Nyek. Mentés. F6. Legalább szólt, hogy ment. Meg van csonkítva a csávó. Csonk a csávó. És valaki lőtt. Gyanítom, hogy Dimitri Ivanovics. Life. Húha. 4-20-ba vagyunk kicsit. Hát, ez mi a tökön vége volt ott? Hát, mi volt? A csövete nyíl, mutat arra. A gyengébbek kedvéért. Igaz? Van életünk. Hogy? Valahogy nagyon lövöldözik a haver. De csinálja csak az a dolga végül is. Lőszer. Az mindig jó. Főleg a sörétesbe. Kedvenc fegyvere mindentől kezdve. Inne is től kezdve. Hol van az a rohadt kulcs a széfhez? Hol lehet a kulcs? Ó. Kellemetlenségbe torkolik az itt létem megint.
Röfög. Ó, ez a csapágygolyós fegyver. Hoppá. Ezt lehet nem kellett volna? Csapágygolyós. Mi lenne, hogyha ezt a fegyvert lecserélnék? Mert ez egy fos. Ez kell, baszki! Hát már is mennyivel jobb! Ha minden irányzék, minden megvan. Az mi ott? Hoppá! Ez mi a tököm? Gyere már! És átugorott a baszki! Switch drone? Ez kurva erős, baszod! Nem lehet píkelni. Ez szintén szóval hiányzik! Elfogyott. Szerintem nem lett meg a kulcsunk. Ve? Hol volt az a szép? Nem, nem lett meg a kulcs. Hol a kulcs? Kellene még csapágygolyó. Mekkorát üt már ez? Most persze találtam a másikhoz lőszert, mi? Gratulálok magamnak. Jó, menjünk tovább, akkor... De várjunk csak. Mehetek vissza! Mert amúgy erre kell jönni, csak a lift lehozott újból. Mert... Itt fent... Ott a házon kívül ki kellett menni azon lyukon, nem? Ott fel volt rámpázva. Ha nem tévedek. Itt. És nem lehet tudni, hol van az a rohadt kulcs. Nem erre. Viszont maszkot kell cserélni megint. A szűrőt. Halló? Halló? Yeah, buzz me! Nyomkodom! Fúj! Lett még egy orjuka! Hogyan törlöm le? Zével meg tudom nézni a saját fegyverem, vagy mit? Tiszta csé. Heal. Heal lesz kell, baszki.
tudom, hol lehet a kulcs, de szerintem az a másik házban volt, csak nem vettem észre. Na mindegy. Szinte nem számít. Hú! Hát persze, nem hordta! Ilyen kutya lennék, én se hordanám a fogszabályozót, amúgy nem néz ki rosszul a játék. Főleg, hogyha belevilágítok a saját pofámba. Aha, zsír. Megéri benézni ilyen helyekre. Megéri! Hú, baszki, nagyon látomásaink vannak erről a helyről. Vagy ezek ilyen flashbackek, vagy mik? Megérezzük, mi volt itt előtte. Ó, ott a téga pilács. Az loot. Az lootot jelent, igaz? Baszki, itt még fő a tea. Kés. De ez ilyen dobókés, nem? Amúgy. Mint ha egyszer véletlenül dobtam volna egy kést. Csak nem vettem észre, mit csinálok, mert nyomkodtam, mint az őrült. Itt ez van, igaz? Jó. Nem hiszem, Gilminion, vagy azt mondod? Hú, baszki. Ez durva. Csá, gyerek! Hát ez mi volt? Jaj, ezek a fekete izék adják a látomást nekem? Azt a kurva, ez egy lövés elől? Mi ez? Csip, csip, csip. Mi ez a csip, csip, csip? Ezeket már belepte a hó. Kicsit. Hogy? Vagy se, hogy ilyen szótlan vagyok, de... Ezek a fekete segítő lények úgy tűnik, hogy nem is ellenségek. Mert mintha hazadta volna a látomást. Az előbb megijedtem tőle, amikor megláttam a folyosón. Hát persze, mert fekete. Meg mert másfélszer akkora volt, mint én. A játék arról szól, Necro, hogy 2013-ban globális atomkatasztrófa érte a Földet. És az emberiség leköltözött a metró alagutakba, meg egyéb bunkerekbe a Földön. És mi Moszkvában vagyunk. Ahol próbálunk túlélni. És kaptunk egy feladatot, mi szerint ne halljunk meg. Ez gond. Ez kurva nagy gond! Ez kurva nagy gond! Ne hordíts, te szar! Ne hordíts! Most miért nem ölt elsőre? Jó lesz. Jó lesz ez, csak éppen abban voltam, hogy mondtam a dolgokat, és most megzavart a dolog. De akkor most figyelek. Ez lesz a helyünk, oké? Bebújok ide a sarokba, és túlélünk. Hatan jönnek? Hát akkor jó. Ha csak hatan, megoldom. Gyertek, buzik. Buzik. Hol vagytok?
Bocs! Megpróbáltam! Megpróbáltam! Igen, most nem hívtam fel magamra a figyelmet, ez volt a különbség, de az előbb mivel hívtam fel magamra a figyelmet amúgy? Most ezt tudom, balfasz voltam, mert megzavart az, hogy elfogyott a gázmaszkom. Tehát meg lehet úgy csinálni, hogy nem vonom magamra a figyelmet? Merre? Nem erre, igaz? Gondolom, hogy kurvára nem erre. Arra kellene menni, ahol ő van. És ott egy híd, igaz? Milyen közel mehetek hozzájuk amúgy? Nem patétók ezek. Beesek vízbe? Az mit jelent? Az, hogy beessek? Vagy vigyázzak, mert beesek? Nem esek bele vízbe. Ziher. Jó, és most? Nem erre kell jönni, igaz? Hanem merre kell menni? Nem. Szerintem át kell lendületből ugrani, igaz? És ha hangos vagyok, azt hallják? Hallanak ezek egyáltalán bármit? Hát, nincs veszteni valamit, kipróbáljuk, jó? Világos. Tehát ha beesek vízbe, az az, hogy ne menjél, mert beleesel a vízbe. Oké. Okay.
Dimitri, hol vagy? Segíts nekem, Dimitri! Aha! Világos. Teljesen világos. Kompaszt? Van irány? Menj csak! Ne te buzi! Ez véletlen volt. Ezt nem akartam. Azonban megnyom az M betűt, felkapcsolja a kis... kis öngyújtóját. Azt pedig érthető okokból nem akarom. Aha. Alakulunk. Egész jól alakulunk. Most van mentés, úgyhogy ez nagyon jó. Csak van itt egy ilyen repkedő démon izé, igaz? Aha, ott a démon. Tehát ezt elméletileg ezt meg tudom ölni sörétessel, ha akarom. Márpedig miért ne akarnám? És hogy ez is lesz a rengem, hogyha arra fele megyek? Jó, most éppen étkezik. Aha. Nem nagyon akarom én megzavarni őt kaja közben. Úgyhogy én, hogyha úgy döntenék, hogy nem megyek oda. Ez ott gólam? Hát azért szerintem mindenképp oda kell mennem. Nem kell oda menni. Nagyon potétók ezek. Elfagyott a levegő. Sietni kell. Nagyon. Aha, gyanús. Ott elég csapda gyanús volt. Ez ugye a haver? Nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. Szia Dax! Lehet! Simán lehet. Felszedtem amúgy pár kilót az utóbbi időben.
De te ritkán jársz ide, úgyhogy te észreveszed, akik minden nap itt vannak, hogy nekik nem tűnik fel a különbség. Pedig így van. Valaki nagyon lépdel itt a lépcsőházban. Basszus. Jó, akkor egy csapdak. Mi volt az ajtó? Bassza meg! De mi ez a zárcsörgés meg ilyen dolgok? Vagy ezek is ilyen flashback hangok? Úgy néz ki. Nem baj, Dax, figyelj, hát nem lehet minden nap egyforma. Azt nem értem, ezek a petróleum lámpák hogyan égnek ennyit? A revolverben maxon vagyok lőszerrel, azt írja mindig a játék. Lehet, hogy gyakrabban használhatnám. Erre mi van? Aha. Szerencsétlen csávó. Ott van benne egy csapda, de... Na, én csak... Na, most már cserélek. Be tudok menni ebbe a kicsi vízbe? Beleám. Itt valami loot? Miért lehet ide átjönni? Mert ez itt engem fel akar robbantani. Aha! Ezért. Teljesen világos. Mit csiporok folyton, baszki? Szerintem ez... Ez így van, Dax, amúgy. Ez a beismerés, ez teljesen jogos és helytálló. De hogy jutottál erre a dologra? Esetleg saját hibádon tanultál? Vagy másén? Ott van Benz utca, azt nézem, van-e ott loot, lehet, hogy nincsen. Ezzel másfele nem nagyon tudok menni, mégis erre is, de... Nem tudom, hogy erre kell le eleve. Nem. Maszki! Az a baj, hogy itt nem tudok visszaugrani most így. És ráugrok ide. Aztán így. Aha! Így már megy. Jó, zsír. Ja, hülye vagyok. Hát erre itt. Ja, hogy úgy! Ja, jó, bocs! Nem esett le. Valószínűleg az, Patrick, igen, mert most is csak akkor szólalt meg, amikor visszamentem. Úgyhogy az lesz. Hááá, bazd meg! Kurva! És ez miért kellett? Halló?
Hát te itt vagy? Kevés az oxigénem. A szűrő. Fú, megvan a csávó. Te jó, végre. Végül elmegyek lootér. Loot. Hoppá, egy kulcs. Hoppá, egy kulcs. Minek a kulcsa? Húha, ez közben csávó harcol, nem? Csak hogy én ezt leszarom? Á, baszki. Aha! Ez. Király! De zsír. Oj, de zsír. Jó, most akkor lett maszkunk, lett healünk, lett lőszerünk. Még egy csapágygolyog nem lett, de nem baj. Ott a csávok, nem harcolom, hogy valakivel? Mik ezek a nyikorgások innen-onnan? Félig zavarnak. De csak félig. Hol a csávó? Ja, itt. Aha. Hopp-hoppá. Jaj, jaj! Hát, te állat! Azt ki, hogy már is leló HP-zott, ami hihetetlen. Tök felesleges ezekre sotival lőnöm, amik így elfutnak, úgyse találom el őket. Azt nem értem, mitől fog, hogy néha egy lövéstől hal, néha kettőtől. Ja, hiába lövök rájuk. Dimitri! Csinálj valamit, Dimitri! Bazd meg. Olyan kiszámíthatatlanul mozognak néha. Ja. Ezt nem hiszem el. Ez gond? Ezt véletlenül dobtam el. Nem vágom az irányítást. Híleljek, te buzi! Na most gyere, baszki! Most gyere, hogy összettem magam. Addig nem jön ám. Csak szólok, srácok, én nem látom a real time-at se, tehát... mindegy is. Tudod, hogy felkelek, azt azonnal elkap. Nem ölnek meg, csak megcincálnak kicsit. Ledobnak. Felkelek, aztán megint felvesznek, aztán megint ledobnak. Ez egy buziság amúgy. Emlékszem, hogy itt szívtam. Na, itt szívtam régen. Most már dereng. Na, ezt nem is lehet kikerülni. Fos. Ha, és még egyet rátekertem, bazd meg! Annyi kibaszott gomb van ezen a rohadt billentyűzeten! Hihetetlen. Na, bazd meg.
Miért nem kapja, baszki? Nem furcsa a hitboxa ezeknek a muziknak. És össze-vissza ugrálnak. Persze, Dimitri ő bírja. Honnan nagy? Biztos, biztos nem kell az a kibaszott kontroller, mert attól még inkább agyfaszt kapnék. Merre? Szomba szed ki az autó mögül. Ezt nem értem. Az egy kurvára nem tudok hova bújni. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, baszki. Elkap, nincs időm healelni, mert megint elkap. Azonnal. Hova bújjak? Hátul a kapun menjek be, és ki a faszom mutatja nekem azt, hogy hátul, körbenéztem, nem volt ott semmi. Hátul a kapun menjek be, hol van hátul kapu? Valami kibaszott nyilat tehettek volna, mert egy ilyen szűk monitoron keresztül nézem azt, hogy mi a fasz történik körülöttem, és nem mutatja egy irányt, akkor nem látom, baszki. Na, bazd meg. Nem tudom, miért van hitboxotok. Milyen fasz. Nem tudom, miért lövök ezekre, akik futnak. Úgy se adja be. Látjátok? Telibe lövöm, baszki. És nem adja be. És átugorja, baszki, a sörétet. Mert ő Neo, baszki. Neo démon. Most jön a nagy buzi. Hova futsz, Dimitri? Bazzeg. És itt kidőlt a kap. Beadta a scriptelt cuccot. Tehát kidőlt egy kapu. És honnan a tökömből kellett volna tudnom, hogy itt kidőlt egy kapu? Mert én láttam, hogy ott le van zárva. De honnan tudtam volna, hogy kidőlt egy kapu? Na mindegy. Az ilyen megoldásokat annyira nem szeretem a játékokban. Mindegy, ez még belemegy. Vagy ez még elmegy. Amit leereszkedtünk a mélybe, nyilván. Hát Wix Metrónak hívják a játékot, nem tudom miért csodálkozom ezen. Azt mondja, amit leereszkedtünk a mélybe, világossá vált, hogy a városom egy idegen és veszélyes helyé vált. Bazd meg, épp időben! Hát a kurva életben! Itt voltam a felszínen és öltem azokat a buzi démonokat. És világossá vált, hogy a városom egy idegen és veszélyes helyé vált, mikor lementek a mélybe. Nem amikor feljöttek. Lehet, hogy a fova baj, amúgy igen.
Kibaszott szűk! Nem látok körbe egész egyszerűen. Nem tudok elég információt a környezetemről begyűjteni. Ez a legnagyobb bajom. Mindjárt megnézem, hogy a FOV beállítás. De nagyon kevés beállít, felbontással lehet állítani a játékba, képzeljétek el. Ezen húztam még fel magamat amúgy, de azon már túl vagyok rég. Tehát az összes grafikai beállítás az ennyi. Nagyon durva. És a felbontás is úgy van, aki nem volt itt az elején, az annak elmondom még egyszer, hogy a full screen az mindenképp natív felbontás, ami nálam 4K. De jó van, nem tudom így feltenni az élsimítást maximum, mert sajnos 4K-ba alig, tehát nem viszi el maximum a játékot, de ez van, élsimítás ide vagy oda, ti úgyis a Dusky level látjátok, nektek biztos simul az él. És nagyon furcsa full screenbe játszani, én elszoktam tőle. Hogyha meg ablakosba kiteszem a játékot config file-ból, mert itt nincsen olyan opció, akkor 1600x900-as felbontást ad mindenképp, ami nekem meg már túl kicsi. Mert az így nekem egy ekkora. Egy ekkora ablak tőlem egy másfél méterre, vagy egy méterre, az meg már pici. Azt meg azért nem látom. És nektek is szét kellene húznom a képet hozzá. És az érdekes, hogy a config file-ban hiába írom át a felbontást, mindenképp 1600x900 lesz. Lehetséges, Dax, amúgy. Csak most már kicsikét rage-elek. Nem mindegy. Nem lehet fogot állítani sajnos. Még jó, hogy ő ment elsőnek. Bourbon! Lebukott Bourbon. Lehet, hogy a Krinnen folytatjuk legközelebb. Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course! And who the boss it is? Szegény. Megküzdöttünk a démonokkal a felszínen, most meg... Okay, that's enough. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this later. Move it! We are finished this later. Hát ez gáz, elkapták Bourbon urat. Dmitri Bourbon Piotr Ivanovics. Megvan az AK, ez az! Az AK. Baszki. Ez kurvára parás volt. Hát éppen elvettük a cuccot. Na várjunk csak. Most a csapágygolyósban úgy sincsen lőszerünk. Viszont az AK-ban van egy csomó. De lassan veszi szemhez. Jó, mindegy. Hát nem egy rainbow. Oké, és na, ez megvolt. Akkor erre megyünk kifele. Igen, ha jól tudom, ez is ilyen stealth küldi lesz. De őszintén, inkább... Menj, fúj! Inkább most ezeket az embereket próbálom megstealth-elni, mint a démonokat fent. Nem tudom. Nem tudom gémeni, hogy nincs hozzá lőszerem. Jó. Én ennek a küldetésnek nem állok már neki, mert... Megint itt elhúznám egy csomó ideig, és egy kicsit lefárasztott. De most már nem lesz nehéz a játék, most már emlékszem, most már ez jó lesz. Hol van? Valóban biztos van mentésünk, igaz? Aha, zsír. Jó, ez itt jó lesz. Nekem már ebből ennyi elég volt. Mindegy, amúgy jó a játék, csak hát egy kicsit most én vagyok türelmetlenebb végül. Ezek a démonok, a felszínen nem tettek jót most az önérzetemnek. Nagyon furcsa, egy kicsit olyan input lagos a játék, olyan nehézkesen lehet
nézelődni. Olyan, nem tudom, olyan furcsa egy kicsikét. De mindenképp oké, és csak egy kicsit olyan furcsa. De hát függetlenül amúgy a sztori az tök jó, meg hát ugye az alapötlet, meg biztos a könyvek is nagyon jók, és ajánlom azért, hogy olvassátok el, lehetséges, hogy nagyobb impact könyvformájában. Én köszönöm szépen a figyelmet, és bocs, hogy ilyen potétó voltam, érgalmatlanul potétó voltam, de hát ez van. Nagyon furcsa fullscreenben játszani ez a helyzet, már egy éve ablakosban játszom mindig mindent. Élmény volt? Örülök. Amúgy valamilyen szinten nekem is. Akár hiszitek, akár nem. Furcsa volt, hogy nem láttam a control streamet, nem láttam az értesítéseket, bár csak kettő volt belőle. Meg a chatet is csak úgy láttam, hogy de csomó mindenről lemaradtam a chatben, mert csak így oldalra tekintve, hogy a profilból tudom csak nézni. Két követő el is ment, azt most így nézem. Be mindenki végig viszem, persze, természetesen, mert jó játék, meg egyszer már végigvittem, tehát nem lehet nehéz. A Last Light is, az meg viszont kurva jól néz ki, én ahogy így nézegettem, jobban, mint ez, nyilván. Örülök, hogy jól szórakoztatok. Aki meg elment követők, azok valószínűleg lolozni akartok volna, vagy csézni. Igazából az a rossz, amikor egy... Most egy kicsikét hadd térek ki erre még, mert látom, szállingoznak el emberek, és nem akarok én ebből semmi lelkiismereti problémát csinálni, mert nem felelhet meg mindenkinek. Arról van szó, hogy vannak, és ezért nem szabad elindulni egy bizonyos irányba. Amikor csak csézek, vagy sokat csézek, akkor láthatóan a csé az embereket vonz ide. Tipikusan olyan embereket, akik csére kíváncsiak. És amikor már hetek óta nem kapnak csét, akkor elmennek. Mert látják, hogy baszki, most se csé van, és akkor elveszi a követést. Tehát, hogyha ti esetleg látjátok, hogy már egyszer elértük a 800-at, és most megint 799, ez ezért van. Mert nem kapják meg a cséjüket, meg a loljukat az emberek. De hát ez van. Nem lesz mindig. Sőt, mi több, legtöbb esetben nem az lesz. Micsodát? Húha, baszki Krisztike, nem értem. DL Bad Blood. Nem mindegy, Diablót? Nem. Bad Blood. Nem tudom, mi az. Mindegy. Dying Light. Lesz Dying Light, amúgy azt majd Klupival fejezzük be duóba, illetve folytatjuk, mert annak meg nekiálltunk négyen, és nagyon nagy kavarodás volt belőle, és a sztori játékot négyes kooperatíva szerintem csak így fámból, így poénból lehet csak nyomni. Van PvP Dying Light? No, nem. Az biztos nem lesz szavam. Mindegy, gyorsan elköszönök, tényleg. Legyetek jók, és akkor holnap meg a Witcher 2 negyedik streamével fogom folytatni. Az elalvós pénteki chill stream, úgyhogy gyertek. Battle Royale. Húha. Én már nagyon el vagyok tévedve. Jó és srácok. Holnap akkor találkozunk. Na, szevasztok, csácsá!